Életének 72. évében elhunyt Csatlós István, a sátorai újhelyi birkózó sport meghatározó egyénisége. Csatlós István több éven keresztül a DVTK színeiben szerepelt, majd sátorai újhelyen az utánpótlás neveléssel, versenyek szervezésével foglalkozott, népszerűsítette a sportágat a térségben. Sok korosztályos bajnok került ki kezei alól. Versenyzőként több alkalommal vett részt a veterán országos és világbajnoki versenyeken, 2012-ben világbajnoki ezüstérmet szerzett. Az ekkor készült műsorunkkal emlékezünk a kiváló sportemberre. Én hamarabb hagytam el, nekem a vidékmagyarban nem sem a harmadik voltam. Hamarabb hagytam el, az edzővel összevesztem Gyurgyőbe. Nem így ki Olaszországban, amikor én voltam a DVTK-ban a legjobb 63 kilóban, azt én akkor szinte levédtem. Legjobb koromban. Ami nem sikerült aktív versenyzői korában, azért kárpótlást kapott a veterán világbajnokságon Csatlós István, aki kötött fogásban ezüst, még szabad fogásban bronzéremmel térhetett haza a Budaörsön rendezett versenyről. A 66 éves sportember nagy megtiszteltetésnek tartotta, hogy nemzeti címere sportruhát ölthetett magára, s a magyar válogatott tagjaként birkózhatott. Persze ezért meg is kellett keményen dolgozni, s pár nappal a verseny után még mindig érezhető rajta az a feszültség, mely egy igazi sportemberre jellemző. A veterán birkózó világbajnokság előtt, minden veterán birkózó bajnokság előtt Magyarországon van egy veterán országos bajnokság, veterán birkózó országos bajnokság, és ez lényegében a selejtező, illetve a kvalifikáció, kik mertek ki a veterán birkózó világbajnokságra, és a szövetség koordinálásával kerültünk, meg nevezésével kerültünk ide be a VB-re, veterán birkózó világbajnokságra, Budaörsre. 66 éves vagy, de nagyon fiatalos és sportos alkatot van még. Mennyire okozott nehézséget ez az aktív, intenzív felkészülés, amit ezt a világbajnokságot megelőzte? Hát utóbb bevallom, kicsit megviselt, én nagyon akartam készülni erre a VB-re. És a teherbíró képességemet egy kicsit, nagyobb volt az akaratérő, még a teherbíró képességem, egy kicsit elfáradtam már a felkészülés ideje alatt is, de nem álltam le, tehát akartam, hogy minél jobban felkészüljek. És így, de jó érzés volt így felkészülni Gyurgyőri barátaimmal, hogy ott azért nagy öröm volt, mikor az oroszokkal, meg a finnekkel, vagy ukránnal szemben a győzelem reményével állhattam fel, vagy oda, mikor felmentem a szőnyegre is, éreztem, hogy van esélyem, ez nagyon nagy érzés, kellemes érzés volt. Kötött fogásban ezüst, szabad fogásban bronzérmet szereztél, melyiket szereted, melyik fogásnemet jobban, és mennyire voltak kemények az ellenfelek? Hát mind a kettőből kemények voltak az ellenfelek, de inkább én a kötött fogást jobban szerettem, meg szeretem is, valószínű, hogy ezért is jobb talán a kötött fogás eredmény az ezüstérem. De a szabad fogásban is, aki ötszörös magyar bajnok volt, vezetett ellen, de utána én vezettem, elhanyítottam egy szép szaltóval, átvettem a vezetést, de mivel nem szabad fogású vagyok, és az orosz meg törzsökeres szabad fogása, abban nyert sok-sok világbajnokságot, felülkerekedett végül is. Ha azt megnyerem, akkor talán ott is szabad fogásban is előrébb végeztem. Volt-e aktív versenyzői korodban valami Csatlós Pista-féle specialitás, amit esetleg itt is tudtál alkalmazni? Hát az alapokat végül is ifjú koromban a DVTK-nál szereztem, ott kezdtem birkozni. Hát ott aránylag megtanult az ember birkozni, mert ott sok-sok magyar bajnok, illetve válogatott birkozóval birkoztam együtt. Nagyon sokat edzettem, nagyon sokat tanultam, és azt hiszem abból táplálkozik a mai tudásom és a birkozó tudásom. Én az interneten néztem képeket, hát elég nagy hívvel vetették magukat bele a veterán birkózók ebbe a világbajnokságra. Milyen volt a hangulat belülről, hogy láttad a versenyzőket? A fanatikus, ezt nem lehet szóval így elmondani, hát ez minden perc egy
egy öröm, egy mámor volt számomra. Élvezett volt nézni, egy igazi világbajnokság, a fiatalok már nem tudtam elképzelni, hogy nagyobb hével vetik bele magukat, mint ezen a veterán birkózó világbajnokságot. Tehát mondom, fenomenális. Ez leírhatatlan. Így jól érzi magát ott az ember, egy olyan kohéziós erő fogta körbe az embert, hogy így nem lehet szabadulni. Most is bizsergek, hogyha rágondolok a VB-re. Mit adott neked itt, így a birkózás, még van azért egy-két világbajnokságot, hiszen itt 70 év a felső határ? Hát a birkózás anyagilag semmit nem adott, ez a saját költségünkre fedezzük. Hát ezenki jó voltam a három világbajnokságon, meg ez volt a negyedik, három bronzérem, meg egy ezüst. Hát mit adott? Hát örömet, boldogságot. Tehát egy sportoló, mikor elmegy egy megmérettetés egy versenyre, és barátok közt van, és még labdába is tud rúgni, érmet tud szerezni, hát az igazi öröm.